Kicserélték a helyi sportcsarnokok világítását Tolnán. Appelszofer Ágnes polgármester elmondta, hogy a városban az év utolsó napjaiban zajlottak a felújítások, amelyeket a létesítményeket üzemeltető cég fennmaradt forrásainak köszönhetnek. Hát nem akkora felújítás ez, mint amire igaziból szükség volna, és amekkorát szerettünk volna, de év végén az az örvendetes esemény történt, hogy az a cég, aki a sportcsarnokok üzemeltetésért felel, és ez a saját kommunális KFT-nk, a Telena KFT, a forrásaik lehetővé tették azt, hogy karbantartás keretében mind a két nagy sportcsarnoknak, tehát a Lehel utcainak és a Bartók Béla utcai, Sport utcai sportcsarnoknak is a világítását korszerűsítsék. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen nagyobb fény lesz, és ez nagyon örvendetes akár a diákok, akik oda járnak testnevelés órára, akár a sportolók, akik délutánonként, hétvégenként használják, nyilván nagyon örülnek és nagyon boldogok. A nagy sport, tehát a sportcsarnok, vagy a sportutcai sportcsarnok esetében nem csak a LED csíkokat, hanem az egész armatúrát kicserélték, és így sokkal nagyobb fényhatás van a létesítményben. A Lehel utcaiban pedig maga a tok az maradt, és ledes világítótestek kerültek elhelyezésre. Azon túl, hogy sokkal nagyobb fény van a sportlétesítményekben, nagyon-nagyon fontos az is, hogy sokkal kevesebb energiát használnak. Tehát én azt gondolom, hogy megyünk előre azon az úton, hogy minél kevesebb energia felhasználással, minél magasabb színvonalú dolgokat tudjunk létrehozni. A polgármester úgy fogalmazott, a városban mindent megtesznek annak érdekében, hogy megóvják a környezetet. Vigyázunk a környezetünkre, és az meg külön öröm, hogyha a sportolóink is örülnek ennek. Ilyen néhány millió forint összegről van csupán szó, tehát ez gyakorlatilag a Telena KFT annak a keretében, a karbantartási összeg keretében belül tudták ezt megvalósítani. Jól gazdálkodtak, és maradt pénz egy nagyobb karbantartás, nagyobb felújításra is. Tolnán egyébként a 2022-es év többek között az utak korszerűsítéséről is fog szólni, ugyanis a település képviselőtestülete részt vett az Út a Jövőbe című rekonstrukciós programban, amelynek köszönhetően 184 millió forintot nyertek.